Fórumot tartottak a rendőrök és a környékbeli vadászok. Hamarosan befejeződhetnek az árokburkolási munkálatok. Rövidesen elkészül az Ózdbolyok Egyházközség közösségi háza. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Egyeztető fórumot tartottak a rendőrség munkatársai és a környékbeli vadásztársaságok képviselői. Az eseményen szó esett arról az intézkedési tervről, amellyel elkerülnék a Dunakeszin történt emberöléshez hasonló eseteket. Emellett annak a lehetőségét is felvetették, hogy miként lehetne csökkenteni a vadelütéses közúti balesetek számát. Az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársaival és a környéken vadgazdálkodást végző társaságok képviselőivel telt meg ma délelőtt a nagy előadóterem. A témát egy szomorú apropó adta, hiszen még szeptemberben Dunakeszin egy 54 éves vadász lelőtte volt anyósát, párját és közös gyermeküket. Ennek hatására egy cselekvési tervet adott ki dr. Kis Attila, Borsodabaui-Zemplén megye rendőrfőkapitánya, aminek a segítségével kiszűrnék a hasonló eseteket. Milasán Sándor az Ózdi Rendőrkapitányság igazgatás rendészeti osztályának kiemelt főelőadója ismertette a részleteket. Nekünk, mint engedélyügyeseknek nagyon kevés az információs lehetőségünk arra vonatkozólag, hogy esetlegesen ezek a vadászlőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek állapotuk, egészségügyi állapotuk, mentális állapotuk, esetleg agresszív megnyilvánulásuk milyen sokszor fordul elő, vagy esetleg előfordul-e. Tehát erre leginkább a vadászok társaságok vezetőinek, tagjainak, illetve a hivatásos vadászoknak van jobban rálátásuk. A terv része, hogy növelni kell a kapcsolattartást az illetékesek és a vadászok között, hogy adott esetben felismerhessék a jeleket, amivel elkerülhetőek a tragédiák. Ezt követően arról is szó esett, hogy miként lehetne csökkenteni a vadelütéses közlekedési balesetek számát, hiszen térségünkben folyamatosan emelkednek ezek az esetek. Ehhez pedig vadásztársaságok és a magyar közút közreműködése is kell. Kutatásoknak köszönhetően egyébként már elérhetőek olyan prizmák, amelyeket az útszéli oszlopokra kell felszerelni. Ez a kék színű prizma a érkező járműveknek a szóródi fényét visszaverve az útszélén egy folyamatos kék színű ilyen fátyószerű vonalat rajzol a vad elé, és amikor érkezik a jármű, akkor a vadat ez megriassza, ez a kék színű fény, és ilyenkor ugye nem halad tovább, nem megy az útra. Végül a meghívott vadászok mondhatták el tapasztalataikat és észrevételeiket. Így szó esett arról, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak például az említett prizmák beszerzésére, illetve milyen közös akciókkal szoríthatnák vissza az illegális falopást a térségben. 8434 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak hazánkban az elmúlt 24 órában. Elhunyt 98, többségében idős, krónikus beteg, így számuk 31619 főre emelkedett. 4830 személyt tápolnak kórházban, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma átlépte az 5.981.000-et, 5.760.000-en már a második adagot is megkapták, míg több mint 1.431.000-en már a harmadik dózist is felvették. Az új megbetegedéseket többségében a delta vírus mutáns okozza, a legnagyobb veszélyben pedig az oltatlanok vannak, ezért a szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást. A minimálbér emelkedésével a családtámogatások összege is nő január 1-től, közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter közösségi oldalán. Itt tehát a 200.000 forintos minimálbér után akár 280.000 forintot is készhez kaphatnak a gyedre és nagyszülői gyedre jogosultak. A diplomás gyed összege is megemelkedik. Az alapképzésben résztvevők havi 140.000 forintot, a mesterképzésben résztvevők pedig 182.000 forintot kaphatnak majd. A gyermekek otthongondozási díját szintén 200.000 forintra emelik. Egyes betegségekben szenvedők a minimálbér 5%-ának megfelelő adókedvezményre jogosultak. A kormány döntése értelmében 2022-től havonta
10 000 forint jóváírásban részesülnek az érintettek. Ez az adókedvezmény például a laktóz intoleranciában, vagy a cukorbetegségben szenvedőkre is vonatkozik. Jól haladnak az árokburkolási munkálatokkal az Ózdi Városüzemeltető Intézmény dolgozói. A szakemberek ma és az elmúlt napokban a város több pontján is tevékenykedtek, így a Puskás Tivadar, a Tököli Imrei és a Kazinci Ferenc utcában is jelen voltak. A városi aszfaltozási program keretében pedig ma az Örsvezérút előkészítését is elvégezték a kivitelező cég munkatársai. Több mederelem is a helyére került már a Puskás Tivadar úton. Ezen a területen mintegy 90 méteres szakaszon folynak a munkálatok. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény dolgozói ehhez kapcsolódóan az átereszeket és az árkokban elhelyezett elemek fölötti részt is betonozzák. Ez a rendszer stabilitása miatt fontos. Jelenleg áróburkolási munkák folynak a Tököli úton, a Puskás Tivadar úton és a Kazinci úton. Itt részben vásárolt, részben saját gyártású elemekkel végezzük a munkát, valamint a Kazinci úton pedig a Roma önkormányzat által gyártott elemekkel. A Tököli Imre úton a közlekedőket már elterelő táblák figyelmeztették az itt folyó munkálatokra. Elsőként a talaj előkészítését végezték el a dolgozók. Ezt követően helyezték el a betonelemeket. A kivitelezés során azonban itt akadt némi nehézség, amit az áteres csatornák pozíciója okozott. Így ezeket ki kellett igazítaniuk az óvi szakembereinek. Jelenleg az árkot burkolják az óvi szakemberei a Tököli úton, mintegy 100 méteres szakaszon. Ezek a munkálatok a tervek szerint jövő hét végén fejeződhetnek be. Az óvi dolgozói az elkövetkező napokban a veszélyes kátyúkat javítják a város több pontján. Ám az ilyen jellegű munkákat már nem sokáig tudják végezni. A fagypont alatti hőmérséklet ugyanis már nem kedvez az ehhez hasonló folyamatoknak. Ma egyébként nem csak az Ózdi Városüzemeltető Intézmény, hanem a Laspet Kft. Szakembere is tevékenykedtek. Így az Örsvezérúti szakaszt készítették elő, amelyre a városi aszfaltozási program keretében holnap már felkerülhet a kopó réteg is. Hamarosan elkészül az Ózd-Bolyok Egyházközség közösségi háza. A gyülekezet tagjainak összefogásából létrejött teret Szőke Gábor római katolikus plébános már bemutatta a híveknek. Már csak az utolsó simítások vannak hátra. A segíteni szándékozók téglajegyek vásárlásával járulhatnak hozzá az épület berendezéséhez. Május közepén indult el a beruházás a Rózsafüzér királyné a templom melletti területen, július végére pedig már a tető is elkészült. Ezt követően kezdték meg a belső tér kialakítását, mint a villany vagy éppen a vízvezeték szerelés, vakolások és szigetelés kiépítése. Ez mostanra elnyerte végleges formáját. A kivitelezés közel 30 millió forintba került. Az összeg nagy része a gyülekezet tagjainak összefogásából gyűlt össze. Kétharmad részt ők, valamint helyi vállalkozók és az önkormányzat támogatásából finanszírozták az építkezést, a költségek egyharmadát pedig az Egri főegyházmegye állta. Aztán persze jöttek a tervek, hogy akkor álmodjuk meg, milyen legyen ez a ház. Nem gondoltam, hogy itt egy kacsalábon forgó palota lesz, meg érintésre működik majd minden. Egy legegyszerűbb, csak legyen egy közösségi terünk, egy szociális kiszolgáló helyiségekkel és egy kis pici teakonyhával, amely aztán valóban az ide látogatóknak az igényeit maximálisan kiszolgálja. Szőke Gábor római katolikus plébános október elején egy összejövetel alkalmával már bemutatta a teret a gyülekezet tagjainak. A semmiből felépült ház egy közös vállalkozás eredménye, ami mindenkit boldoggá tett. A bejövő adományokból elkezdték berendezni a termet, és már csak az utolsó simítások vannak hátra a megnyitó előtt. Téglajegyek megvásárlásával lehet segíteni a közösségi ház befejezését. Az eddig befolyt összegből bútorokat vásároltak, valamint egy konyharészt is kialakítottak. A legnagyobb költség azonban még hátra van, ami az építési költség áfájának kifizetése. Ezt követően a közösségek hivatalosan is elfoglalhatják az épületet. Az új épület rengeteg lehetőséget tartogat. A mintegy 61 négyzetméteres területen kialakítottak egy konyharészt, vizes blokkot és mosdót is. Az épület hivatalos felavatása még várat magára, azonban már tervben van az ünnepélyes megnyitás, amikor közösen adhatnak hálát a közösségi összefogás eredményéért. Második díjat nyert Bud Petra, a 14. vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves alkotópályázaton. Az eredményhirdetést tegnap a Matyó Népművészeti Egyesület és a Bihari Népművészeti Egyesület közös rendezésében tartották Berettyóújfaluban, a Nadányi Zoltán Művelődési Házban.
A kiírók a pályázatra olyan alkotásokat vártak, amelyek az adott néprajzi tájegységre jellemző formavilág és díszítő elemek felhasználásával, természetes anyagokból vagy hagyományos technikával készültek. Ebben az évben 4 korcsoportban 6 megyéből, illetve a Felvidékről 47 egyéni, illetve csoportos pályázó 194 munkája került terítékre. Az eseménnyel egy időben egy kiállítás is nyílt a művek nagy részéből, amely november 30-áig megtekinthető a helyszínen. A díjazott alkotások készítői pedig részt vehetnek a januári debreceni országos megmérettetésen is. A legjobbak az oklevél mellé pénzbeli támogatást is kaptak, amelyet anyagköltségre fordíthatnak. A lehetőségre Petra figyelmét mestere hívta fel, és azonnal kapott az alkalmon. Egy egész nyarat áldozott rá, hogy az ukrán és sárközi ékszerek végleges formába kerülhessenek, de így is az utolsó pillanatban adta be pályaműveit. Az Ózdi lány tervei közt szerepel, hogy népi iparművész lehessen, ebben pedig vannak segítői is. Mentorai Pálni Osvald Éva és Kis Gabriella népi iparművészek. Október 15-ig volt a határod, hogy beküldjem a pályamunkáimat a Matyó Népművészeti Egyesületbe, mert régiókban oda tartozom. Onnan pedig 2 hét múlva már jött az eredmény az elnökasszonytól, hogy díjazásban részesültek a munkáim. Hát nagyon nagy örömmel olvastam, mert ez volt az első ilyen pályázatom, amin jelentkeztem, és díjban is részesültem. Gyermekek és felnőttek részére szervez egész estés táncházat a Szabadszombat Táncegyüttes november 19-én, azaz jövő hét pénteken. Az ingyenes eseményt az Ómék olvasóépületében rendezik meg, amely az Aprók táncházával indul délután 5 órától. Ezt követően fél héttől már a felnőtt érdeklődőkkel folytatódik a program, amely 10 óráig tart majd. Az este folyamán az együttes tagjainak segítségével mindenki közelebb kerülhet a néptánchoz. A zenét a Dobroda zenekar szolgáltatja. Várunk mindenkit, iskolás osztályokat is, hogyha esetlegesen meg tudunk szólítani ezzel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen látjuk őket. Szülők hozzák a gyerekeket, ismerjék meg, álljanak fel a kompjúter mögül a gyerekek, egy cseppet mozogjanak, legyünk együtt, érezzük jól magunkat. Úgy néz ki, hogy ezzel a mostani 19-i rendezvényünkkel elindul egy hosszabb távú néptánc alapokon nyugvó táncház. Felhívást tett közzé az Ómék Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark. Az intézmény bánszállás történetéről egy időszaki kiállítást szervez 2022-ben. Ezért azt kérik a lakosságtól, hogy akinek a témához kapcsolódó emléktárgya, fényképe vagy filmfelvétele van, azt jelezzék feléjük. A múzeum további tervei között szerepel az is, hogy az időszaki kiállítást követően bővítsék a bánya történeti részt. Ám aki a mostani felhívás kapcsán úgy érzi, hogy egy-egy relikviával maga is szeretne hozzájárulni az időszaki tárlat anyagának összeállításához, az ezt 2022. január 10-ig a képernyőre kiírt elérhetőségeken teheti meg. Az adta az apropót, hogy nemrégiben jelent meg Vas Tibornak a témához kapcsolódóan könyve. Ez egy nagyon szépen összegyűjtött, történeti részletességgel taglalt története, bánszállás és konkrétabban véve a bányatelep történetét bemutató könyv, amely ugye folyamatosan mindig bővül újabb adalékokkal, és úgy gondoltam, hogy itt a múzeumban tartanánk egy kiállítást, egy időszaki kiállítást, ami részben dokumentumokra épülne, részben pedig olyan tárgyakra, amelyeket igyekszünk felkutatni. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Egyeztető fórumot tartottak a rendőrök és a vadászok. Szó esett többek között az új cselekvési tervről és a vadelütéses balesetek visszaszorításáról is. Jól haladnak az árokburkolási feladatokkal a városüzemeltetés dolgozói, ma több helyen is tevékenykedtek, kátyúzni a fagyok beálltáig tudnak. Hamarosan elkészül az Ózbolyok Egyházközség közösségi háza, már csak az utolsó simítások hiányoznak, téglajegyek megvásárlásával lehet segíteni a maradék költség kifizetését. Második díjat nyert Butt Petra, a 14. Vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves alkotó pályázaton. Az Ózdi lány tervei közt szerepel, hogy népi iparművész lehessen.
A hírek után lássuk, milyen időre számíthatunk holnap. Csütörtök reggelre ismét sokfelé képződik pára köd, ami főként a keleti, észak-keleti, északi tájakon lehet tartós. Esni nem fog, legfeljebb ködszitálás fordulhat elő. Helyenként élénk lehet a délkeleti szél, hajnalban 0, napközben 10 fokig emelkedhet a hőmérséklet körzetünkben. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Turnébusz című zenés magazin következő adását ajánlom figyelmükbe. Friss hírekkel csütörtökön is ugyanebben az időben jelentkezünk. Vigyázzanak magukra és egymásra, legyen szép estéjük, viszontlátásra!